Rozsdás fokú szempár, minden hulló porszem lábnyomán. Ezért mindig nem dőlt el, hogy ez valójában egy szóló projekt, vagy egy banda. Mert a srácokkal azt beszéltük, hogy ez inkább az én kis gyerekem, ez a Radio Flash nevű felállás. Ők pedig ott vannak mögöttem, ha koncertről van szó. Tehát igazából ez az én világom, ami hallható. Maga a videoklip ötlete az úgy jött, hogy próbáltam viszonyulni a 80-as évekhez, és ha még hátrébb akarjuk vinni a történetet, akkor azt mondanám, hogy ez egy gyerekkoromból jön. Emlékszem, hogy a videomagnó mellett ott voltak a Tom és Jerry és a Kacsamesék VHS kazetták között a videoklippek című feliratú kazetta, és na azon. Ott volt minden, a Modern Talkingtól kezdve Sissy Catch videókig az összes 80-as évek nagy slágere, és úgy éreztem, hogy ennél az új dalnál ide lehetne visszanyúlni, mert ez így megragad bennem gyerekkorból. Fiatalkori hovatartozás kereséséről szól a dalszöveg, amit a klipben nem megtalálható, tehát picit azért próbáltuk más irányba terelni ezt a témát. Nagyon jó élmény volt, az elején rengeteget pakoltunk is, a végén is, mert ugye mit csináltuk az egészet. Ahol nem vagyok látható, ott a kamera mögött vagyok, tehát a táncos jeleneteknél ott én voltam az operatőr, illetve a vágó is, az utómunkákat is én végeztem el. A táncosok is jól érezték magukat, és mi is. Jól zajlott. Én eredetileg a szakmám televízió műsorgyártó, én már régóta foglalkozom filmezéssel, videózással, utómunkával, vágással, és örömömet lelem benne igazából, mint a rendezésben, mint az operatőri munkákban, illetve az utómunkákban is szeretem csinálni, de igazán hagyom másra. Én abszolút külföldi dalfogyasztó vagyok, meghallgatok egy-két magyar dalt is, vannak magyar dalszövegű dalaim is. Ugye készül az első nagylemez, nem mondanám azt, hogy 100%-osan csak ez a New Retro, meg Synthwave 80-as évek vonal hangzásvilág lesz található a lemezen, hanem inkább hát vegyesen. Nagy részt ez, de azért lesznek rajta rockosabb jellegű dalok is, ahol inkább az élő dob kerül előtérbe, gitárokkal díszítve.